És ha van ilyen, akkor ezzel már lehet úgymond benevezni az érdeklődésre minimum a picit mert, magasabb szakmai körökbe, mert ennek megvan az unikális jellege is, és erre kíváncsi lehet mondjuk a szakma krémje is, mi történik a Tápió vidéken, mi ez a Tápiómente tánc együttes. Ha ezt jól csináljuk, és ez jól sikerül, nagy összefogással és odafigyeléssel és komoly szakmaisággal, akkor ez egy olyan dolog le, olyan eredményt hoz, olyan, akkor ennek olyan eredménye lenne, ami kinyithat kapukat. Szakmailag kapukat. Akkor a Tápió a vidék tánckultúrája automatikusan oda lenne a táncház találkozó kiemelt rendezvénye lehetne, bemutatkozási lehetősége lehetne. Amit nem csak a Tápió Mende táncegyüttest érinteni, hanem a hagyományőrzőket Szecsőn, Mende, ide mindenkit, akinek a Kókán, bárhol, ahol színvonalas és odaadó munka van. Mint ahogy van is, hát ott látom, mindig figyelem, 25 éves volt a Kóka néptáncegyüttes, igen, a Kóka, de máshol is van. A Tápió Mente igen, alom, igen. Mert a Szívós Pistáik, ugye, Szívós Marikával. Nem mi vagyunk itt a megváltók, csak nekünk kell egy olyan erős mágnesnek lenni, ahol ez a sok nagyon jó, így vagy úgy működő és élményt adó csapat egy ilyen erőt adna kifele. És akkor meg lehet mutatkozni. Hát rendszeresen ott vagyok 20 év óta minden táncszáz találkozón szinte, táncosként, föllépőként, tanítóként, oktatóként, most már rendezőként is sokszor. És látom, bemutatkozik egy tájegység, bemutatkozik a Sárköz, bemutatkozik a Dunántúl, bemutatkozik mindenki, de a Tápió vidéke soha nem volt bemutatva. Tavaly először voltak, a Józsék játszottak zenét. Tánc nélkül. És a legnagyobb mulasztásnak tartom én, hogy nem mi készítettük az első Tápió Menti koreográfiát. Ezek is húszállásiak, ha jól tudom. Igen, pedig erre én már legalább 5 éve biztatom az itteni embereket, és hogy csináljuk, mert ez a mi dolgunk. Persze azokkal a színpadi szabályokkal és értékekkel, amit a Lajos bácsi meghatározott. Mert egy dolgot a Lajos bácsi gyakorlatilag semmit nem lehet tőle elvitatni, de egy dolog, amiben ő hatalmas és nagyon komoly munkát végzett, az pedig az, hogy a színpad szeretete, tisztelete, a színpad szabályának a betartása, annak a milliónek a megteremtése. Abba ő zseniálisan jól tudott látni. És ehhez nekünk hozzá kellene tenni a mai kornak megfelelő fénytechnikát, színpadképeket. De nem, még egyszer, nem úgy, hogy egyszer csak most zsum, és akkor mi ez? És a Dobozi jobb volt. A Dobozi annyira jobb volt, hogy a Dobozi az Dobozi Csárdás, amíg a Tápió Mende táncegyüttes van, Dobozi Csárdás is lesz a színpadon. Ez is biztos. De az is nagyon valószínű, hogy ez a műsor, amit december 30-án látott a közönség, még egyszer ilyen formában nem fog előfordulni. Nem azt mondom, hogy soha, de nagy valószínűséggel nem fog. Nem azért, mert én mást akarok csinálni, hanem azért, mert ez egy olyan különleges alkalom volt, ami megismételhetetlen volt. Itt ugye egy összefoglalás történt, innen elindulunk azon az úton, amit az imént az elmúlt percekben elmondtál, és mondjuk majd 2 esztendő múlva lesz egy nagyon szép kerek évforduló például, akkor már el kell készülni, és akkor majd számon kérjük tőled, hogy a 2011. december 3-ai műsor után a 2013-as műsor miben lesz más, tehát egy állomás fokot fogunk látni, de a 2 esztendő még odébb van, egy konkrétumot, mire készültök mostanában, tudod-e már a következő fellépéseteket, helyszínt, időpontot, oda mivel mentek, egy-két szót erről? Hát a következő, ami legfontosabb előttünk áll a feladat, azon kívül, hogy hát most már lassan, talán 20 éve meglévő Betlehemest ma a színpadra állítjuk, és azt vasárnap a csapat megcsinálja, ezzel is lezárva az adventi időszakát a városi rendezvényeknek, ha úgy tetszik, de ami emellett még nagy feladat, az a január végi szponzorbál,
amire ugye nekem van egy fixa ideám, azt már tavaly is talán bizonyítottuk, hogy én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon egyáltalán hajlandó a kultúrára áldozni pénzt, energiát, támogatást, az megérdemli azt, hogy olyan színvonalat kap, tehát kapjon érte valamit cserébe. És én azt gondolom, hogy a tápiamenti alapítvány támogató szponzoroknak, a szponzorbálon, én azt vállaltam már tavaly is, és vállalom ezután mindig is, hogy mi a tápiamentésekkel mindig olyan dolgot csinálunk legalább egy olyan dolgot, amit sehol, soha máshol addig nem láttak ezek a támogatóink. Idénre is, illetve a következő szponzorbára is készülünk, meglepetéssel készülünk, elegáns meglepetéssel készülünk. Ugye a tavalyra a tapsost szántam én meglepetésnek. Hát azóta elég szép karriert befutott ez a tapsos koreográfia, és az talán az egyik kedvenc a mai repertoárból. De ott lett először megmutatva a szponzoroknak, mert azt mondtam, hogy jár nekik. Ez jár nekik. És azt mondom, hogy értékelik. És a következő szponzorvára is készülök egy meglepetéssel, készülünk egy meglepetéssel, és mindig is szeretném ezt. Attól függően, hogy milyen rendszerbe szeretnénk például a szponzorbárt is egy kicsit felfrissíteni, egy-két olyan koreográfiát mindig oda tennénk, ami egyébként a munkánkat már bemutatja, de a közönség szempontjából nem volt bemutatva, és ott van mindig egy premier, ha úgy tetszik. Nem egy nagy műsorról van szó, egy pici etüd mindig az, ami. És onnantól kezdve a következő dolog az, hogy az utánpótlással is elkezdjünk egy kicsit komoly alapozásba indítsunk. Már nagyon jó barátom segítségével már elkezdtük szervezni. Hát annak, hogy konkrétumokat mondanék, de igyekszünk külföldre elvinni ugyanúgy a csapatot, ahogy eddig Lajos bácsinak szinte mindig sikerült. Ezt azt gondolom, hogy ez meg a táncosoknak egyfajta nem jutalom, de mert megdolgoznak érte, nem keveset csinálnak érte, hanem egyfajta ismerés a táncosoknak a táncosok munkája felé. És a legnagyobb munka az pedig az, hogy ezt a tápiómenti, hát ez nem egy koreográfia, szeretnék ebből kihozni, hanem egy ilyen nagyobb lélegzetvételmű darabot, ezt igyekezzünk olyan színvonalra megcsinálni, hogy ez bemutatható legyen, és ez reményeink szerint sikeres legyen. Ez egy távlati időpont, tehát erre még nem tudsz mondani mert azért ez nagyon... Nagyon, nagyon, mi, aki ismerjük ezt a témát valamennyire, az tudja, hogy ez egy hatalmas nagy vállalás, egy óriási nagy, ez olyan dolog, mint hogyha a táncosoknak, vagy a tornászoknak, aki eddig lólengésben volt, most a gyűrűre át kell ugrani egyik napról a másikra, egy picit a hasonlattal tornász, de ez egy hatalmas nagy vállalás. Te már látsz ebből valami, van egy terved, hogy mikorra szeretnél ezzel, meglepsz vele? Tervem van, természetesen, mégpedig... Hát ugye Lajos bácsának volt egy szép hagyománya a műsor szerkesztés szempontjából, hogy a tavasz köszöntő sorozatot ő létrehozta, ahogy tetszik. Megpróbálkozunk ebbe a tavasz köszöntőbe mi is tehát folytatni ezt a hagyományt, és oda hozni egy új dolgot. Ha úgy érezzük, hogy nem állunk még rá készen, nem táncilag, hanem az együttes együtt nem áll rá készen, akkor még azt gondolom, hogy lehet ez a csúcsa a jövő évi évadzárónak is bőven. Ezzel ilyen szempontból attól is be fogunk mutatni tápiómenti táncot tavasszal, be fogunk mutatni az utánpótlással is új dolgokat, mert ezzel is tartozunk. De az, hogy egy gyönyörű, tehát egy összefoglalása legyen ennek a munkának, ezt nem akarjuk mi elkapkodni. Se a tánckar, se a Józsival beszéltünk, se zeneileg, sem koreográfiailag. Ezt nagyon szeretnénk megalapozni, ezt a munkát. Mondjuk hozzáteszem, hogy ha a december 3-a műsorra például szeretnénk volna már mi ezzel előjönni, de akkor azt beszéltem meg a tánckarral, hogy ez nem erről szól ez a műsor. Ez erről szól, amit láttatok.
és nem az a lényeg, hogy mi milyen koreográfiákat gyártunk, hanem az, hogy a 43 év alatt milyen gyöngyszemek születtek. És alá is rendeltünk ennek a műsornak minden, és jól is tettük. Meg vagyok róla győződve, és most már a táncosok is meg vannak róla győződve, de szeretnénk ezt nagyon alaposan, nagyon jól végigjárni, végigküzdeni. És együtt tartani a csapatot. Koreográfia ide vagy oda, műsor ide vagy oda. Létrehozni azt, amiről az elején beszélgettünk. Sok gyerek táncoljon itt nálunk. Minden gyerek itt táncoljon nálunk. Minden gyerek olyan képzésbe részesüljön, olyan táncos élményt kapjon, hogy itt maradjon nálunk, és tagja lehessen egy ifjúsági csoportnak, vagy ha úgy tetszik, utánpótlás csoportnak, és büszkén és kihéhezve várja azt, hogy mikor kerülhet fel a nagy tápjament a táncegyüttesbe. Ez az út, ami feladatként ott van előttünk. Illetve én nekem van egy utopisztikus, ettől nagyobb álmom is, azt, hogy aki december 3-án együtt láttunk táncolni, azt lássam máskor is együtt táncolni. Az ertéseket, a nyugdíjasokat, az utánpótlást, majd a mostani gyerekcsoportjainkat, és itt, és a nagy együttest együtt. És még akik vendégként és egyáltalán itt voltak, csináljunk 100-150-200 táncossal egy tápjómenti dolgot. Mert ennek van ereje, ezt még más nem csinálta. Akkor nekünk itt a feladat, csináljuk meg. És meg lehet csinálni, biztos vagyok benne. Már egy csomó olyan embert ismertem meg itt, de akár rajtad keresztül is. És még számítok is rá, hogy rajtad keresztül például olyan embereket fogok megismerni, akik ugyanúgy hisznek, mint te. Te, Krisztián, veled ugye amúgy is beszéltünk már más dolgokról is, így színpadi dolgokról is. Te is próbáljátod a segítségre. Még találok 15-20 ilyen embert, aki mellé oda állhatok én is, vagy akik szívesen odaállnak akár mellém is, ez csak megközelítés kérdése, akkor ez a dolog működik. Működni kell. Nem lehet más csinálni. Akkor azoknak kell kiállni, akik nem akarják, hogy működjön. És akkor megszűnt. megszűnt az akadály. A tápjómente táncegyüttes jelenlegi generációja nincs a legkönnyebb helyzetben. Hatalmas múlt van mögöttük, óriási sikerek, legendás esztendők, legendás táncosokkal, egy olyan világban, amikor a táncosok megbecsülése munkahelyeken, a városban és az egész országban hatalmas volt. Tele voltak lehetőségekkel, külföldi utakkal, beszéltünk itt áfészelnökökkel, szponzorokkal, hogy bizony annak idején a táncosok még napi díjat is kaptak, nemhogy elengedték őket egy-egy fellépésre. A mi mostani táncosaink olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol egy nemzeti ünnep is munkanap lehet. Ők felelősséget vállalnak és harcot a munkahelyükön azért, hogy augusztus 20-án a városnak táncolhassanak. Díjat soha semmikor nem kapnak érte. Munkahelyüket, munkájukat úgy választják meg, hogy este 7:30-kor itt lehessenek és belevéresedhessen a lábuk a csizmába. Fele annyi, negyed annyi lehetőséggel se, mint az elődeiknek. Ehhez csak én tudok hozzáfűzni, hogy a legnagyobb tisztelet jár nekik ezért. Tőlem is, és mindenki mástól is, mert ez egy fantasztikus munka. A munkát persze időzőjelbe teszem. A munkának a nehézsége benne van, de ugyanakkor az eredménye meg egyfajta öröm. Nem is kicsi öröm. És én ezt megtapasztaltam. Megtapasztaltam táncosként. Igyekszem megtapasztaltatni a Dunaütésbe a saját táncosaim, tánckövetőként a saját táncosaimmal, és nagyon igyekszem arra, hogy a tápjómentések is olyan élményeket kapjanak, mint az elődeik. Mert ezt sem megérdemlik. Fantasztikus, hogy ahogy mondtad, a szolgálatokat cserélgetnek ide-oda, én gyakran nem is tudom már követni, és hozzáteszek egy dolgot, amit ezt az beszélgetés elején azért már, amire utaltam, hogy például sehol más, nagyon sok helyen tanítottam, hívnak is, megyek is, de sehol máshol nem tudnám ezt elfogadni, csak itt, hogy egyik próbán van 5 fiúm és 18 lányom,
És tudom, hogy a következőre úgy cserélgetik a szolgálataikat, hogy itt legyen 11 fiúm és 18 lányom. Mert ezt tőlük el tudom fogadni. Ugye fontos, hogy itt legyenek, és ők is fontosnak tartják. Míg régen mindig vadáztuk az embereket, hogy most mi, hol vagy. Azt hiszem, van egy olyan bizalom most felém is, és nekem is van egy olyan bizalmam feléjük, hogy nem kérdezem meg, hogy miért nem jött próbára, mert pontosan tudom, hogy ha egy lehetőség van rá, akkor itt vannak. Hát erre a legjobb bizonyíték, hogy van úgy 2-3 gyerek ugrándozik ott lent. És nem is rosszul hozzáteszem a művelődési háznak a parkettáján, miközben anyu vagy apu fönt bokázik a színpadon. És hogy lehet a táncot máshogy tanulni, ha nem így? Így. Ezt kell csinálni.